A bántalmazott nők világnapja alkalmából tartottak jótékonysági estet a Fehérló közösségi házban. Az estét Iváncsics János alpolgármester nyitotta meg beszédével. Az elnevezés a bántalmazott nők világnapja, de ahogy utána keresünk ennek a dolognak akár az interneten vagy szakmai oldalakon, akkor azt látjuk, hogy ez igazából nem kifejezetten csak a bántalmazott nőkre vonatkozik, hanem a családon belüli erőszakról szól igazából ez a mai nap. A Lehetőség Családoknak 2005 alapítvány évek óta megemlékezik erről a világnapról. Eddig mindig a Magyar utcán volt egy közös gyertyagyújtás. Mi pedig, a Moson-Magyarovári Civil Szövetség pedig egy jótékonysági gálát szervezett immár harmadik éve a Családok átmeneti otthona javára. A Lehetőség Családoknak 2005 alapítvány 2007 óta működtet krízisközpontot, amelyel a családon belüli erőszak áldozatainak segítenek. Éves szinten Moson-Magyaróváról is 20-25 nő kér segítséget. Az alapítvány az intézményi elhelyezésen kívül lelki tanácsadással, illetve menekülési terv kidolgozásával is segíti a közvetlenül helyből hozzánk forduló áldozatokat. Nem csak a nőket fenyegeti veszély a családon belüli erőszak témakörében, sokszor az is előfordul, hogy a férfiak kerülnek hasonló helyzetbe, sőt, sajnos egyre gyakoribb esetnek számít hazánkban, hogy gyermekek létesítenek egymással szexuális kapcsolatot. Elkezdik nézni a pornót, a pornó nekik ötletet ad, és lehet, hogy óvodáskorban, mint szerepet lemásolják, és szerepjátékként jelenik meg, majd később önálló ötleteket kapnak, és testvér. Egymás közt barátok, szomszédok picikorban olyan szexuális játékokat játszanak, ami később felnőtt korra traumaként jelentkezik és meggátolja az egészséges szexuális életet. Ezek az esetek körülbelül 10 éves kortól már tudatosan történnek, tette hozzá a szexológus. Az óvodásoknál még inkább csak játék, de azért amikor elhozták hozzám a 11 éves kisfiút, aki közösült az 5 éves húgával, és hogyha nem nyitja rájuk a fürdőszoba ajtót az anyuka, akkor ez soha az életben nem derül ki. Az a 11 éves kisfiú nagyon jól tudta, hogy ő mit csinál. Vannak dolgok, amiket mi természetesnek veszünk, ám egy gyermekkel kifejezetten fontos megbeszélni. A szexológus hangsúlyozta, mindig akkor kell válaszolni a gyermekünk kérdésére, amikor kérdez, és azon a szinten, amelyen ő van. A gyermekkori szexuális zaklatások és a családon belüli erőszak az érintett személyek életében később súlyos traumával járhatnak. Az előadás után a jótékonysági műsor következett, az este bevételét pedig a Családok átmeneti otthonának javára fordítják.